A Mi Hazánk mozgalom nem csak abban egyedüli, hogy a jövő évi választásoknak egyedül vág neki, ellentétben a Fidesz-KDNP rendszerével, illetve a balliberális szörnykoalícióval, hanem abban is egyedüli párt vagyunk, hogy egyedül mi állunk ki azok mellett az emberek mellett, akik valamilyen oknál fogva, meggyőződésüknél fogva nem szeretnék felvenni azt az oltást, amiben esetleg nem hisznek, vagy amit esetleg sokkal rosszabbnak tartanak, mint magát a betegséget. A Mi Hazánk mozgalom úgy véli, hogy mindenkinek saját magának kell dönteni a saját egészségéről. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a jogot, ezt a kormány is tartsa tiszteletben és hagyja meg az emberek számára. Főleg úgy, hogy az elmúlt időszak eseményei azok azt mutatják, hogy sajnos az oltásoknak is vannak következményei. Éppen ezért nem a kötelező oltásra kéne a kormánynak fókuszálnia, hanem a megfelelő tájékoztatásra. Egészen abszurd, amit oltást téren a kormány művel, hiszen most már nem csak a tanároknál, nem csak az egészségügyben, nem csak a honvédségnél, hanem már a köztisztviselőknél is hátrányát látja az, aki nem veszi fel az oltást, vagy egyenesen azonnali hatállyal elbocsátják. Mi úgy gondoljuk, hogy ez elfogadhatatlan, főleg annak tükrében, hogy olyan embereket is megpróbálnak azonnali hatállyal elbocsájtani, akik egyébként védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, hiszen a szervezetükben található antitestek száma az arra jogosítja fel őket, hogy védettségi igazolványt igényeljenek és kapjanak, mégis úgymond védettként lesznek lapátra téve, és bocsájtják el őket az állásukból. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja? Egyértelműen elutasítunk mindenfajta jellegű kötelező oltást, illetve a gyermekek oltásával sem értünk egyet, hiszen a gyermekek esetében sokszor az oltás maga veszélyesebb, mint maga a vírus. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom Orbán Viktor hivatala előtt tüntetett a budai várban, és fog tüntetni továbbra is, hogyha a kormány megpróbálja rákényszeríteni a társadalom szélesebb rétegeire is ezt az oltást, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez mindenki szuverén döntése kell, hogy legyen. Ez a mi életünk, a mi döntésünk, a mi hazánk.